Néhány kisebb simítás elvégzése után újra megnyitja kapuit a Ford lerakat, mint kiállítótér. Több mint két évvel ezelőtt Knesik István az autós nagy koalíció elnökének kezdeményezését segítette Palkovics László miniszter és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hogy Makón egy hiánypótló múzeum jöhessen létre. A Marosparti Veterán Járműveket Kedvelők Sportegyesülete vásárolta meg az épületet, és azóta folyamatosan végeztek átalakításokat, újításokat. Magyarország első Ford kereskedése volt itt, 1921-ben építette a Galamb család. Galamb József segítségével a testvérek kezdték itt el a munkálatokat, és akkor abban a korban ez egy nagyon korszerű épület volt, egy salakbeton épület. Emelettel volt lift is tervezve, aknával, szerelőaknával és egy transzmissziós hajtással, ami egy gépházból stabil motorra meghajtotta az esztergált fúrógépet, illetve hozzá kapcsolt egyéb eszközöket. Még 2020-ban avatták fel az egykori helyi Ford lerakat restaurátolt homlokzatát az épület Vásárhelyi utcára néző oldalán. Korszerűsítették a tetőszerkezetet és a fűtésrendszert, elektromos töltőállomást telepítettek, az épület emelet részén pedig egy konferenciatermet alakítottak ki. Az volt a lényeg, hogy működőképes kiállító tereket hozzunk létre. Itt a saját járműveink, illetve egy pár olyan jármű van, amit barátaink ajánlottak föl kiállítás céljából, és igyekeztünk minél több T-Fordot, illetve a Fordhoz kapcsolódó dolgot összeszedni, és a saját járművönkön kívül még van 3 Ford T-modell itt, illetve van egy váz, ami a Közlekedési Múzeum tulajdona, egy működőképes motorral, és egy Fordzon traktornak a áthúzata van még a héten, és utána pedig majd a megnyitón még egy pár Ford járművel még itt fogunk megjelenni. Igyekeztek mindent az eredeti állapotába visszaállítani, hogy még közelebb hozzák a látogatókhoz az ipartörténelem nagy vívmányait. Egy transzmissziós hajtással volt meghajtva az itt található gépek. Itt egy akár égszíj, akár lapos szíj hajtással volt az eszterga, illetve a fúrógép egy csavart 90 fokos lapos szíjas hajtással volt meghajtva, és ami mondjuk még egy köszörű biztos, hogy volt itt annak idején, amivel tudtak dolgozni. Berendeztek egy retro kiállítást is, illetve folyamatban van egy kisebb szerelőműhely helyreállítása, ahol kézbe vehetjük majd az egykori autóalkatrészeket is.